Meg kell építeni a rendelőt, és meg lehet építeni a rendelőt. Ács Rezső polgármester határozott álláspontot képvisel abban az ügyben, hogy legyen-e új orvosi rendelője 4700 szekszárdi lakosnak. Valamikori ellenzéki képviselők közül az AEK képviselő azt mondja, például megszavazta annak idején az orvosi rendelő megépítését, az idei esztendőben pedig a gazdasági bizottság szintén jóvá hagyta a rendelőnek a megépítését. Úgy néz ki, mintha mi állnánk egymással szemben, pedig egy oldalon vagyunk, hiszen az ellenzék is támogat ennek a beruházásnak a megépítését. Az építési engedélyt 3 évvel ezelőtt kapta meg a város, korábban 6 másik helyszínt is vizsgáltak, de ez volt az, ami minden feltételnek megfelelt. A munkaterület átadása 2020. februárjában történt, Ács Rezső polgármester viszont azt mondja, azóta különböző indokok alapján próbálták akadályozni a beruházást az éjjel-szekszárd képviselői. Legutoljára azzal, hogy védett madárfajok fészkelnek a területen. A Dunadráva Nemzeti Park szakértője és a kormányhivatal munkatársa is részt vett azon a helyszíni bejáráson, amit a polgármester összehívott. Az itt megállapítottak alapján a kormányhivatal levélben tájékoztatta a polgármestert, hogy nincs természetvédelmi akadálya a beruházásnak. Ács Rezső úgy látja, hogy az éjjel-szekszárdnak nincs koncepciója és kapkod. Így fordulhat elő, hogy februárban még a csak észtagokból álló gazdasági bizottság biztosította a hiányzó 8,5 millió forintot az építkezéshez, majd elkezdtek ellene dolgozni. Minden mondva csinált okkal a lakosság felpiszkálásával tulajdonképpen igazából a saját döntésüket próbálták meg annulálni. Aztán úgy néz ki, hogy ez most mindenféle vizsgálattal alá van támasztva, hogy folytatható beruházás, és reméljük, hogy el is fog kezdődni hamarosan is. Be fog fejeződni. Most 2 hónap csúszásnál tart az építkezés, hogy ez mekkora pluszköltséget jelent, azt egyelőre nem lehet megmondani. Ács Rezső azt is csak reméli, hogy a projekt elszámolhatóságát a késlekedés nem befolyásolja majd, és a város nem veszíti el a közel 80 milliós beruházásra kapott jelentős központi támogatást.